Már csak három hónap van hátra, és a Tesla csődbe megy. Ezt jósolják körülbelül hat éve folyamatosan az amerikai médiák jó részében, és ilyen vészjósló, hogy már csak három hónap van hátra, és elfogy a pénzük. Na erre ma rátszáforunk, meg fogod látni. A helyzet nem, hogy jobb ettől, hanem teljesen ellentétes irányú. Úgyhogy üdvözlök a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében és nagyon sokat fog ma segíteni a fejlesztésében, nagyon sok konklúzióval, valamint segít új vállalkozás elindításában, ha akarsz te mondjuk a következő Elon Musk lenni a Teslával, ha bár nem vagyok benne biztos, hogy ez Magyarországon sikerülhet. Szóval üdvözöllek a mai napi vitaminban. Az előző héten, az egy héttel ezelőtti videó úgy látszik, hogy, hogy hatalmas nagy port kavart, legalábbis tízszeres forgalmat generált, mint szokott, és nagyon-nagyon sokan szóltak hozzám, egy páran nem ide ez a csatornához illő hangnemben, a nagy büdös nemi szervüket verbálisan lóbálva a másik elé, szóval nem tudom, de ez azt gondolom nem ide való, úgy leszik eltévedtek. Szóval nagyon erős indulatok voltak, és érdemes beszélni továbbra is, és most arra törekedtem, mert sokan kötekedtek, ilyen hitetlenek voltak, elmondták, hogy mennyire tudatlan és hülye vagyok, úgyhogy ma nagyon sok olyan híreket hoztam el neked, amihez megmutatom a forrást, a bizonyítékokat is. Mi lesz a tartalom? Egyrészt sok és tettek föl, több mint két vagy három száz hozzászólás volt az egy hét előzőti videóhoz, úgyhogy egy jó, pár értelmesre természetesen fogok válaszolni, hogy hozzá fogok szólni adok rá válaszokat. Voltak köszönöm nagyon érdekesek, amire érdemes komolyan foglalkozni, volt, amiket törölni volt érdemes. Akkor a következő hogy összeállítottam egy kis hírblokkot neked, hogy egyszerűen csak lásd, hogy, hogy minden lehetőség és minden változás van a világban, amiről lehet, hogy nem is hallasz, legalábbis magyarul nem élik meg sehol, és és a világ megy előre, ezerrel megy előre. Nagyon érdekes dolgokat szedtem össze, különlegesen érdekes lesz azoknak, akik hitetlenkednek, az elektromos autó jövőjében, sőt jövőjében, hát a jelen már itt van. Aztán a harmadik részben beszélünk egy pár szót a tesla a harmadik negyedében, vagy a Q3-ban kiadott jelentéséről, hogy mennyi, milyen nyereséggel dolgozott a harmadik negyedében, milyen volt a növekedés és milyen tervei vannak, erről beszélünk röviden. Úgyhogy kezdjük a legelején. Először is volt egy csomó hozzászólás, és úgy fogalmazott valaki, hogy mint a vallási háború indult volna el a dízelesek és az elektromos autósok között. Igazából nem tudom, hogy ez, ez hogy alakulhatott ki, hiszen én nem támadtam meg a dízeleseket, inkább a tényeket soroltam föl, hogy egyszerűen a dizelnek vége, és ezt most is fenntartom, lehet, hogy egy kicsit pontosítani kell, félértetek dolgokat, tehát nem arról van szó, hogy holnaptól nem jár az dízel autóval, még jár az 20-25 évig ha megvan, hogy hova mehetsz be, és majd fogsz tudni, hol tankolni, és, és, lesz kedved majd járni vele. De ez, ez attól még meg lehet, hogy oldtimerek működnek ma, hogy vannak még trabik és minden egyéb. Tehát azt gondolom, hogy ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy pár éven belül, szerintem öt éven belül az eladott autók túlnyomó többsége már nem dízel lesz, mint jelenleg, és az elektromos autó le fogja söpörni. Pontosan azért, mert át billen. Ha egy picit utána nézel, nagyon sok ilyen elmélete van, hogy amikor elindul egy változás, akkor van -e egy egy, egy, alacsony emelkedési fok, majd egy csak hirtelen elkezd emelkedni, az átbillen is megtörténik. Úgyhogy miért, mennyire mi dősek az emberek, ugye sikervitamin csatornán vagyunk, nézzük ezt meg, nagyon érdekes, hogy a tények hatására olyan indulatok jöttek ki az emberekből, hogy látszik, hogy, hogy valami nincs, Valamiben nem tudnak megbékélni. És valójában nem tudnak a világ változásával megbékélni. Én azt gondolom, hogy nem rám haragudtak rá, ráadásul nagyon sok esetben azt gondolom, hogy abszolút téves információk vannak. Persze biztos ismered azt, amikor az anyós jön, és azt mondja, hogy hát én nem akarok fiaicskám beleszólni, de, és utána beleszól. Na, ilyen volt, hát te milyen tudatlan tuskó vagy, mondták nekem, és akkor elmondta azt, ami ami nem igaz egyszerűen. Úgyhogy nézzük meg ez egy pár ilyen hozzászólást. Az egyik ilyen volt, hogy nagyon elhiszi a gyerek, hogy ért hozzá, és okos, de nem az. Aztán kíváncsi voltam, hogy ki a túró írja ezt, ki az, aki engem legyerekez, nagyapám lehetne. Kiderült, hogy átis iskolás kisrácról van szó, akinek már kisgyerekkorában akkor a pofája van, hogy az hihetetlen, és Minecraft-tal játszik egyébként, és abból már az én gyerekeim is kinőttek. Szóval nem akarom lekicsinyelni, de hát látszik a minősége, hogy milyen emberek vannak. Akkor volt ilyen, ez, ez, ez nagyon érdekes, de ez nem is engem szidott ráadásul, hogy két emberes pofont kellett volna levágni ennek a Musk gyereknek, mikor a Tesla meg ilyen hülyeségek eszébe jutottak. Szóval ez a tipikus számra azt jelenti, ez a méreg, ez a dű, hogy gyakorlatilag haragszik a változásra, a fejlődésre, és a régi múltat szeretné bebetonozni. Pedig van egy nagyon érdekes megállapítás. És ez már azért több helyen a nyugati sajtó elhangzik. Pontosan azok mérgesek, és tiltakoznak az elektromos autó ellen, akiket valójában az autógyárak átvertek. Pontosan azok a BMW, Audi, Mercedes hívők uh, szitkozódnak olyan indulatokkal, akiket kisebb méz jó részt majd az autógyár, hiszen értéktelennek az autók, meg fogod látni, már autószalonok mennek ebbe tönkre. De a lényeg az, és ez a tanulság, sikerült, amit csatornám, ne felejtsd, ez nem egy autós csatorna, hogyha valakivel te találkozol, és erősen szitkozódik, és mérges egyéb, akkor hidd el, nem benned van a probléma, legalábbis ha nem anyáztál és nem szittad őt, hanem a helyzetével nincs kivékülve, a helyzete az, ami félelmet, mérget generálő benne. Úgyhogy én sajnálom, hogy ilyen mérgesek az emberek, de hát ez nem az én problémám, az biztos. Én inkább az információkat mondom el, aztán ők eldöntik, hogy mit kezdenek vele. Aztán a következő, hogy miért fontos az elektromos autó. Én azért kezdtem foglalkozom az elektromos autóval, sok minden lehetne, érdekes téma, és sokat érdekel a bitcoin, és csomó egyéb dolog is, vagy mondjuk az Apple, ugye ez egy nagyon sláger téma szokott lenni, az iPhone és egyebek, csak ezek tök érdektelen dolgok ma már legalábbis üzleti szempontból. Viszont az elektromos autó egy olyan állatorvosi ló, amit itt élőben élünk meg, és a siker, hát az, az egyik nagy géniusztól, én csak itt tudom nevezni, akármennyire is szidják, és akármennyire is nem iridlem az életét, tehát az Elon Muskról gondolok, tehát egy ilyen embertől nagyon sokat lehet tanulni, sokat lehet tanulni az ő fejlődéséből, a cég fejlődéséből, a reakciókból, hogy hogyan és milyen módon kell ezeket bánni. Ma nagyon sok ilyen következtetést is el fogok mondani, sok érdekes információs hírek mellett. Aztán Kérdezték többen és jegyezték is meg, hogy hogyha miért kerül többe. Valaki azt írja, hogy ez mind szép és jó, csak azt nem értem, hogy miért kerül 4-5 millió forinttal többe egy elektromos autó. Na most ennek sok oka van. Röviden had, válaszoljak erre. Az egyik az, hogy nyilván lehetne olcsó, majd meg fogod látni ezen a videó végére, de egyelőre a Tesla is egy nagy nyereséggel akar dolgozni. Már pedig most nagy nyereséggel dolgozik. 25,5% a nyeresége a forgalmán. Ezzel az, azt gondolom, és úgy tudom, hogy nem csak az iparágában, hanem általában a, a nagy cégek között, és ott nagy cégekről beszélek, kimagaslóan magas nyereségességgel dolgozik. És hát vannak annak, mint mondjuk a BMW vagy más autógyárak, amelyek direkt nem adják olcsón a BMW-t, majd belinkelek egy videót ezzel kapcsolatban. Szándékosan magasan tartják az árat, nyilván ahhoz, hogy ettől olcsóbb legyen a benzin és dízel, mondjuk a 3-as BMW-k, ezért drágább az I3-as, adhatnák olcsóbban, tudnák is, de azért drágább, hogy azt vegyék, mert abból abból fogy fog, több is azon nagyobb a nyereségük. Tehát valóban tényleg még igaz, hogy mondjuk a 4-5 millió forinttal akár drágább lehet az akkumulátor, ebben igazad van, vagy igaza volt a kérdezőnek, de nyilván a mai napból kivetíteni a jövőt az olyan hiba lenne, mint hogyha mély 130 az autópályán, és nem előre néznél, hanem tükörből vezetnél. Tehát ami most van, az gyakorlatilag a jelen pillanatig a múltat tükrözi. Ami előre felé halad, az nem ezt fog jelenteni az én meglátásom szerint, hogy 4 millió fog kerülni, hogy a mobiltelefonok sem annyiba kerülnek, ma már legalábbis az egyszerűbbek, mint amikor az elején kijöttek ezek a kofferek, és még sok más dologra lehetne ugyanezt mondani. Akkor teher teherszállítás. Ez is egy érdekes kérdés, és jogos kérdés. Tehát ez, azon az értelmes kérdések voltak, hogy is terhet benzinessel. És tényleg így van, hogy a legtöbben, ha gondolkoznak a teherre, akkor egy nyerges vontatóra gondolnak, ami 25-30 tonna, nem tudom, majd kiavítanak a nálam sokkal okosabbak, lehet, hogy 40 tonna is lehet egy ilyen teljesen megrakott, 40 lábos konténerrel felpakolt kamion, vagy az euró, nem tudom, hogy hívják, ez újfajta hosszú kamion, nem tudom. Ami a lényeg, annak hogy közlekedés végeztem, csak nem az autó tervezés, hanem főleg anyagmozgatás, így a terrautó és a raktározás területen. De mi a lényeg, hogy gyakorlatilag a terszájtásban tényleg nagy teljesítményre van szükség, de a terszájtást is bontjuk, bontjuk két részre. És például megjelent nemrég a Crafter, amik 150 kilométert megy a Volkswagen-t, egy ilyen hatalmas, nagy dobozos autó, kis terrautó mondjuk így, vagy furgon, és igazából sokan kritizálják, hogy hát mit, mit ér 150 km, akkor termeljen autó, ha fut. Igen, sok olyan van, persze, akik mennek és szállítmányoznak vele, de nagyon sok vállalkozó, nagyon sok szerelő építési vállalkozó, és így tovább. A sok esetben kimegy 20-30 km-re, 40-re az autójával, ebből a kis autóval a, tele, a a területre, és utána vissza a céghez, esetleg megy 80-100 kilométert egy nap, emiatt neki bőven elegendő, hogyha nem egy piszkosú, drága, autópár optimalizált, nagy teljesítményű, kihegyezett járatot dízel VW busszal jár, ami egyébként luxus lenne, és nagyon drága lenne. A másik az, ami nagyon érdekes dolog, hogy fölfogta már egyre több kereskedő, hogy nem fogják beengedni a belvárosba hamarosan őket. Erre jött rá a posta is, a posta Németországban, hogy megkereste a nagyobb autógyárakat, és akart velük közösen valamilyen, vagy rendelni tőlük valamilyen elektromos autót a postai kiszállításhoz, hiszen szóval belvárosban nem fognak tudni bemenni az ő autóik. És az történt, hogy mindenki kidobta, majd egyetemmel közösen létrehoztak, és aztán már több tízezer darabnál tartanak egy saját elektromos kis kiszállító autót, ebben nyilván jelentősen beintve a Volkswagennek és a többinek, akik nem akartak vele foglalkozni, és most oda jutottak, hogy egyre több vállalkozó, mondjuk pék, aki kiszállít szállodákba, meg egyéb helyekre kenyeret, vagy pedig festő, az egyre inkább vásárolnak ilyen nagyon igénytelen, nagyon egyszerű, és persze mondhatod azt, és már hallom előre a, a bullshit hozzászólókat, hogy ó, oh, de hát hol jön ez a, a high-tech, diesel, nem tudom én, VW, TDI, PDF, nem tudom akármilyen motorája, sehol, de nincs is szükség. Tehát ez, ez a nagyon nagy ö, érdekesség benne. És nem a terszállításban még ez odébb van a dolog, de ebben a videóban fogsz látni, hogy a buszok területén nagyon érdekes dolgot. Úgyhogy a következő ilyen kérdés, hogy, hogy hova vezet az egész, hogy mi fog történni. Kicsit megütött, de valóban ma is, ez egy hozzászólás, kicsit megütött, de valóban már ma is láthatók a jelei, hogy a dízelek értéktelennek, és ezzel tömeges mértékben jön egy újabb gazdasági válság, csak nem lakásokkal, hanem autókkal. És ez tényleg így van, ez nagyon jó meglátás, aki ezt írta, egy hozzászóló, néznek a megjegyzésekben. Gyakorlatilag azt mondják most a pénzügyi szakemberek, hogy amikor a 2008-as válságot, főleg a, az ingatlanok, a, a fölpumpált és nagyon nagy hitellel adott ingatlanok és a fölpumpált ingatlan árak robbantották ki, de nyilván ehhez kellett hogy ez égen ez a tűz, hogy a robbanás létrejön, nyilván ez kellett elegendő más problémának lenni. Most ugyanazon problémákból van bőven, csak a kirobbantó ok az lehet, hogy nem a lakáshitelek lesznek, hanem az autók, és az Amerikában már erre több szakértő, több elemző felhívta a figyelmet. Érdekes, hogy ez a hozzászóló is pont ezt mondta el. Akkor a következő is egy jogos kérdés, hogy honnan lesz ennyi áram? Tehát tényleg, mi pici felhasználók vagyunk, amikor nem tudom, én otthon használjuk a számítógépet, fölkapcsoljuk a led lámpát, és így tovább, de ehhez képest hát egy brutális mennyiségű áramot vesz fel egy autó, hogy honnan lesz ennyi áram? Most nézd, én sem tudom megmondani per pillanat, tehát azt látnod kell, hogy ebben átalakulás van, egész Európa áram és energia stratégiája megváltozik. Nyilván sokan említik, és ez igaz is, hogy például a németeknél még jelentős mértékben a gyakorlatilag a barna szén ami nyilván nem jó, úgy jön létre az áram. De azért van egy előnye az elektromos autón, főleg a városokban, hogy nem a városban égeted el a dízelüzemanyaggal és a, a, NOX és egyéb mérgező anyagokat, tehát ez a nitrogén, oxid, nitrogén, dioxidokat nem ott bocsájtott ki, hanem mondjuk egy erőműbe, ahol egyébként a hatásfoka úgy tudom nagyobb, mert a hőt is hasznosítják, és a másik pedig az, hogy komolyabb szűrő szűrő és levegő, mosó és gáz mosó berendezések vannak, amelyek azt gondolom hatékonyabb, mint az autó esetén. Szóval én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ez, ez magával fog hozni egy forradalmat. Mondok egyébként egy nagyon, nagyon érdekes példa. A Tesla az, az rendkívül, tehát azért beszélünk, a rendkívül tanulságos. Mert mit csinál a Tesla? Elad neked egy autót, kb. 20 ezret adott el az előző fél év vagy évben ilyen bizonyos power volt, tehát magyarul egy olyan elektronikai, vagyis egy olyan akkumulátor falat, amit felszerelnek a házad oldalára, és gyakorlatilag az egész házadat plusz az autó töltését ellátja, elad hozzá a Solar City által a felvásárolt cég telepítésében például napelemet a háztetődre, és gyakorlatilag az egész energialáncot, jó nem Magyarországon tudom, és nem a panelházban tudom, ezt már előre lőjük ki ezeket a megjegyzéseket, vagy a kifogásokat, de gyakorlatilag ott, ahol, ahol, ez, ahol ezt megtehetik, és elektromos autót vehetnek ma, ott a teljes láncot lefedi, Hol gondol erre mondjuk egy, egy Volkswagen, amikor még saját töltőket sem telepít? Szóval honnan lesz ráram, nem tudom megmondani. Ez egy jogos kérdés, és tudok mindenre válaszolni. Én azt gondolom, hogy egyrészt a, a, centrális termelés decentralizálásra lesz a megoldás. Itt, ha Ausztriába jársz, döbbenetes, hogy milyen mennyiségű, tehát tényleg milyen mennyi, minden istálon, nagyobb házakon, mindenütt, mezőkön, komplet ilyen szolárpanelek vannak telepítve, sok-sok kilowatt megawatt teljesítményben. És persze jó tudom, már hallom a következő kifogást. Jó, jó, de hát az nappal süt és éjjel töltöd az autót. Igen, a videó másik részében látsz majd egy olyan akkumulátor technológiát, ami nem a jövő, hanem létezik, és nagy mennyiség áramot tud tárolni. Valószínűleg fogalmat sincs róla, hogy ilyen létezik, mert erről nem beszélnek, mert nálunk ez most nem soros probléma. Aztán a következő ilyen kifogás volt, és ez is egy jogosnak tűnő félelem, mondjuk inkább úgy, azt írta valaki, hogy például baleset alkalmával mekkorát tud robbanni két frontálisan ütköző elektromos bomba. Hát ez a vizuális kép, ez nagyon érdekes, de minden elemében hibás. Egyrészt, baleset alkalmával mekkorát tud robbanni. Robbanni nem tud. Tehát ha egy picit is van tapasztalatod, én nekem van például lipó, magyarul lícium polimer akkumulátorral, amit a modern repülőkhöz a fiammal használtunk, rövid zárlat esetén, hogy mi történik, tehát egy, egy erős túlmelegedés van, utána egy fölfolyadás, tehát gázképződés van, ekkor még semmiféle se se robbanás nincsen, hanem egyszerűen túlmelegszik, és egy idő után, nem is mindegyik, de egy részük, egy jó pár perc után tud, ha nem szünteted meg a zárlatot nyilván, akkor kigyulladni. A robbanás, mint olyan, az akkor történhet meg, hogyha nagyon zárt térbe lenne, tehát hogyha erre, erre nem gondolna a gyártó. Tehát egyrészt ez a mondat része hibás. Aztán frontálisan ütköző elektromos bomba. Gyakorlatilag ennek a, nem én mondom, a biztosítók mondják, hogy körülbelül tizedére csökken az esélye. És ráadásul nézzünk egy példát majd a másik részében a videónak, hogy milyen gyakori a tűzeset mondjuk a Tesla esetén és a benzines autók esetén is ki az, aki visszahívást csinált 300 ezer autó esetén, mert gyulladék, vagy tűzveszélyes. Úgyhogy ezek valójában nem igazi valós problémák, de a félelem az mindenkiben benne van. Egyébként annyit tudok, most olvastam utána direkt, hogy minden egyes cellába, tehát minden egyes kis akkumulátorban, amit a Tesla beépít, az egy vékony biztosító dróttal van bekötve a rendszerbe, tehát hogyha az a cella valamilyen módon zárlatot vagy bármit okoz, és akár van az egész rendszerben, akkor ez a kis biztosíték egyesével ki tud égni, és onnantól kezdve az a cella kiiktatódik. Tehát többszörös biztonság van ezen rendszerekben, nem csak össze vannak forrasztva, az fixen az egész, ha zárlat van, akkor, akkor az is marad. Aztán ilyen a következő, a, ezt, is sokan felvetették, hogy jó, jó, de hát a dízelt mondjuk most a fő ördögnek, de ugyanakkor csak 50 ba felelős a nitrogén, oxid és dioxid kibocsátásban. Így van, ebben igaz, igazat adok, ennek utána néztem én is, teljesen igaz van, aki mondta, mert a, robbanó robbanomotorok legyen az dízel-benzines, kb. az 50%-át okozzák ezen terhelésnek. A másik részét jelentősen az ipar és, ami nagyon érdekes, ez is nagyon érdekes, a fafűtés okozza. A fafűtés, ami egy ilyen zöld nagy lepellel van lefedve, mondjuk a németekről beszélve a zöldek fejében, hogy az mennyire környezetbarát, újra termelődő energia, és így tovább, egy frász, az egyik legmérgezőbb az is a dízellel pariban. Úgyhogy az a probléma, hogy ez a bizonyos részecske vagy finompor, jön létre ugyan nagyobb méretű, mint a dízelnél és a benzinesnél, tehát nem ugyanakkor a méret, mind a kettő, lerakódik a tüdőben, és gyakorlatilag folyamatos kárt okoz, folyamatos vegyi folyamatokat okoz, és nem is beszélve arról, hogy rákot okoz, és veszélyesebb, sokkal veszélyesebb, mint a, a dioxid ami tulajdonképpen önmagában nem okoz, legalábbis javítsatok ki megint, de lehetőleg ne kocsis módon, módon vagy, vagy, szavakkal, hogy, hogy, a CO az nem jó, a széndiokszid, széndiokszid nem jó, és az mérgező alapvetően nagy mennyiségben. De ha, de ha összevetjük a nitrogénoxidokkal, amik közvetlen mérgezők, és tartósan lerakodnak, addig a széndiokszidnak, szénmonoxidnak, tudom, ha nincs nagyon nagy koncentráció, akkor annak nincsen tartós negatív hatás, tehát nem rakódik le a szervezetben, egyszerűen, egyszerűen földolgozza a környezetünk, legyen azok fák, fák és a víz, vagy, vagy nyilván tenger közé van víz inkább, de bármi más dolog, tehát bármi módon az, az, feldolgozódik, az nem egy, egy méregként és egy veszélyes, agresszív vegyületként rakódik le általában. Jó, tudom, van, aki nem érte ezzel egyet, van ilyen. Szóval, mik a tanulságok? Amik, amik számomra fontos tanúságok voltak. Egy az, hogy nagyon, so, nagyon sok még a nyitott kérdés. De az irány egyértelmű. Az irány egyértelmű az elektromos autó. Még ugyan vannak gyenge kis erőtlen hozzászások, hogy jó, jó, de hát majd meglátjuk, mit hoz a hidrogén. A hidrogén nem hoz semmit. A hidrogénnek az egyedüli szószólója és, és képviselője a Mercedes volt Európában, Mercedes bejelentette, hogy abbahagyja. Csinálta, nincs értelme, abbahagyja. Tehát... Sokan írják azt, vagy egy páran írták, hogy ma el fogjuk látni a hidrogén megelőzi. De, de honnan fog jönni hidrogén felhasználású vagy működési autó? Honnan fog jönni, ki fogja gyártani, ha senki nem csinálja? Szóval nem nagyon hiszem. Oké, okay, a másik az, hogy ha, ha nem tudunk megállítani egy folyamatot, nem tudjuk meggátolni, hogy a, a, fejlődés tovább menjen, akkor bizony az élére kell állni, és nekünk kell az éllovasoknak lenni. És hogy miért nem teszi ezt a Mercedes, a VW és a társai, ezt nem tudom megmondani. De, de ne rám meg, ne az én videómra legyenek dühösek, akik ma akarják tartani örökre a dízelvilágot, hanem azokra, akik, akik a bajt rájuk hoztak, hiszen az egész problémánk egy jelentős része nem abból van, hogy most mennyi a kibocsátása, a, és mennyire mérgező szerintük, vagy mennyire lehet csökkenteni még a nitrogénoxid és dioxid kibocsátást. Nem erről szól a dolog. Két dolog van. Az egyik az, hogy van egy vérési eljárás, amiben egyszerűen átvertek és csaltak a cégek. És onnantól kezdve, akkor kimegy az útra a kocsi, az autó, mondjuk egy golf, akkor 15-20-25-szörösét bocsátja ki mint a megengedett és a mért érték. Tehát ez a baj, hogy egyszerűen a csalással elfették azt, amit már nem lehet. Közben szigorodtak az érték, tehát egyszerűen zsákutca. Ezért mondom, hogy halott a dízel. A másik pedig az, akármit mondtak a dízelre, akármennyire festjük szépre, írja valaki, hogy az ő katalizátoros dízeljének milyen gyönyörű szürke a kipufogó csöve, tök mindegy, ha megfullodnak az emberek a városokban. Körülbelül 80-100 ezer ember hal meg, pontosan ilyen finom por által a városokban, legalábbis ez a német statisztika akkor tök mindegy, de egyszerűen kényszerítve lesznek az emberek és a városok, hogy ne pusztuljanak el, és hogy életminőségük legyen arra, hogy áttérjen elektromossal az egész, vagy tömegközlekedésre. Úgyhogy nincs visszaút. Tehát ezen lehet tiltakozni, lehet mérgérőzni, lehet kiengedni a gőzt, lehet szitkozódni, lehet az anyámat, meg elővenni a nemi szervét az embereknek. Nem tudom, ez mit jelent másoknál, miért fontos, de ez nem segít. Tehát ez nem segít. A változással vagy előre megyünk, vagy minden energiát a fékezésbe teszünk bele az elveszegetett energia a haladásban. Lásd, dízelautó, amit fékezel, az nem rekuperálódik, tehát nem tölti vissza. Aztán a hiedelem és a valóság igazából nem jár fogva. Tehát olyan, mint, mint a repülés. Tehát ugyanúgy félnek az embereketől, az elektromos autótól, hogy tűz lesz, és így tovább, de valójában egyik legbiztonságosabb. És nézzük meg erre egy példát. Van egy olyan statisztikai érték az autóiparban, ami normának tekintető, hogy körülbelül egy milliárd, egy milliárd kilométerenként körülbelül 90 tűz eset szokott történni, és ez nagyjából a normális. Tehát minden 1 milliárd kilométerre 90 esetben gyulladhat föl egy autó, bármi abból is legyen az baleset, vagy pedig elektronikai hiba. És ezzel állítsuk szembe a Tesla az eddigi tapasztalatát. Az eddig a Tesla élete folyamán, hiszen nagy-nagy nagyítóval mindenki figyeli őket, gyakorlatilag 6 ilyen tűzeset történt, ahol a Tesla földgyulladt, és ugyan nem haltak meg benne, legalábbis tűz által nem. Azt hiszem volt ahol, ahol, baleset volt, és gyakorlatilag meghaltak benne, majd a végén kigyulladt, de nem a tűz miatt haltak meg, hanem nyugodtan ki tudtak szállni, van rá egy jó pár percet, ami kiszállt, és nem robban, ahogy gondolják sokan. De mert a lényeg, hogy ezzel szembe lehet állítani, ha jól tudom, akkor 3 milliárd kilométer tett meg eddig az összesen 450 ezer Tesla, ami az utakon van a világon. Ha a akkor kettő tűzeset jut egy milliárd kilométerre. Mennyi volt az előbb? 90 a kettőhöz. Tehát 45-ször ritkább a tűz a Tesla-nál, most másodokra nincsen adott, nem tudok mit mondani, lehet, hogy ott még nem nagyon történt tűzeset, de mondjuk a Lamborghini-nél, ha megnézel az körülbelül az interneten, akkor csak a városban rendszeresen gyulladnak föl, önmagukat gyújtják föl, mondjuk fogó rendszerükkel. De visszatérve komolyra véve a szót, tehát tényleg úgy van, mint ahogy az a repülés megnézheted, hogy az egyik legbiztonságosabb közlekedési eszköz a megtett kilométer és utasszámra tekintve, ugyanez igaz autóra is, hogy 45-ször kisebb a valószínűsége hogy tűzeset lesz, halál meg nem volt. Azzal szemben, amikor például fölgyulladnak mondjuk euh, benzines vagy autók. És egyébként csak nagyon egyszerű dolog, nézze utána, majd megpróbálom berakni ide a linket alulra a megjegyzésbe, hogy most volt 300, egy éve volt, mikor? 330 ezer autót hívtak vissza csak Németország vagy Európában, az Audi, összesen több mint egy milliót az egész világon, mert a, a, fűtési rendszerben valamilyen túlmelegedés történik, és csak a föl tud gyulladni az autó. Szóval ezek nagyon nagy különbségek. Akkor a következő ilyen érdekes következtetés, vagy tanúság, hogy ha sikeres akarsz lenni, akkor lesznek ellendrukkerek. Sőt, nagyon sokan lesznek, akik a régi állapotot szeretnék megőrizni. Az ellenségeskednek, gyalázkodnak, és itt tovább. De ők igazából nem számítanak a sikered szempontjából. Tehát akik, akik itt szitkozottak a csatornán, én azt gondolom, hogy kit érdekel? Kit érdekel? Aztán a következő, hogy nábo ítélj, amit most látsz. És erre jegyezd meg ezt a példát, autós példát, a visszapillantós tükröt. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az van előttünk, ami mögöttünk van. Majd, mint a tükörből vezetnél egy kagyargós szerpentinen. Tehát abból indulnak, hogy mennyi most az, most az akkumulátor, mi a teljesítménye, mennyi a töltési ideje, mennyi a hatótávolsága de ez visszapillantó tükörből való autóvezetés. És ráadásul nagyon kanyargós úton vagyunk, meglátod mindjárt, hogy milyen akkumulátor technológiák vannak bevezetés küszöbén. Úgyhogy ilyen szempontból soha ne abból ítélj, amit most látsz, mert az összes komoly cég már évekkel előre jár, már évekkel előre fejleszt, csak még te nem látod, csak azt látod, amit vagy legurul mondjuk a Tesla Model 3-as szalagról, 5300-6000 között hetente, vagy pedig elmesélnek, mint kamu mondjuk a német autógyárak, de még nyilván nem lehet kapni. Szóval ne ítélj abból, ami a jelen, a jövő teljesen más lesz és fejlettebb lesz. Elosztom neked egy pár híreket, amit azt mondom, hogy érdemes megnézni. Az egyik ilyen, hogy az US, UBS ezt nem tudom, hallottad, de nem az USB portról van szó. UBS a svájci bank, a legnagyobb svájci bank, ha jól tudom, gyakorlatilag visszaminősítette a, a Mercedes-t a tőzsdei minősítésében. Itt látod egyébként a, a képernyőn, tehát a Wall Street online-on tudsz utánaosni, ha szeretnéd. A, az vételre javasoltból visszaminősítette a semlegeset, tehát nem javasolt és nem is, nem is nem javasolt, hanem egyszerűen semleges állapotba hozta. és, és benne egyébként a cikkben az is, hogy a javasolt, vagy a cél árfolyam, amit ők, ők úgymond jósolnak, az 92-ről lement 54-re, tehát majdnem megfeleződött. Nem tudom, de egy UBS bank gondolom, hogy nem, nem dilettánsokból áll és nem hülyeséget mond. Ami a fő kérdés számra, hogy mit jelent ez Magyarországnak? Mit jelent akkor, ha, mondjuk a BMW-nek, vagy a bmw a Mercedes-nek, ami ugye most egy fontos gyár Magyarországon, egyszer csak problémái lesznek. Hm. Az nagy gondot jelent nekünk, mindannyiunknak, azt gondolom, tehát ezt jól lenne elkerülni. Akkor a következő. Spiegel Online, hogy mit ír. Azt írja, hogy a nagy múltú kereskedő men csöbbe Hamburgban. Na most erről már beszéltünk, hogy az érték, csökkenése a dízeleknek már nagyon nagy. Tehát nagyon keveset adnak el, egyre kevesebbet, és az emberek nem mernek használtat venni. Ez úgy képzeld el, mintha egy csőnek képzeled el a kereskedelmi láncot, hiszen ezek nagyértékű termékek, tehát ellentétben a telefonnal, amit az első tulajdonos megvesz, és te a jó eséllyel 3-4 év után lejti, eltörik, kidobja, tehát nem feltétlenül lesz 3-4 tulajdonosa, az autó nagy értékű, tehát végigmegy ezen a csövön, van az új vevő, az megtartja 3-4-5 évig, aztán jön a második, aztán jön a harmadik vagy a negyedik vevő. A probléma ott van, hogyha gyakorlatilag nem mernek új autót venni, vagy pedig aki vett új autót, az nagyon nagy érték csökkenéssel vagy értékvesztéssel tudja eladni utána, vagy nem is nem tudja eladni, akkor nem lesz meg az elég pénz, hogy egy picit hozzárakva újat tudjon venni. Tehát gyakorlatilag a cső eldugul. Ugye, mint a szennyvíz csatorna, amit eldugul, egy idő után fölfelé jön a szar. Nyilván erről van szó, és ez a fő probléma. És erre világít rá egyébként ez a cikk, amelyben gyakorlatilag arról van szó, hogy a, a Hamburgban az egyik ilyen nagy múltú Volkswagen kereskedőház gyakorlatilag csődbe ment, és a csőd oka az volt, hogy nagyon nagy mennyiségű dízelautó jött most vissza neki leasingből, tehát letelt az egy-három éves leasing időszak, és ezt a VW nem veszi vissza, hanem ő neki, a kereskedőnek kell nyilván visszamenni, hogy eladja. De a, a leasing végén a maradványérték, érték, amit a szerződésben benne volt, attól jóval alacsonyabban tudná eladni, és gyakorlatilag nagy mennyiségű autók értékvesztésével fulladt bele. Az első ilyen kereskedő, aki egy régi, tehát nagymúltú kereskedő, Volkswagen kereskedő volt, márka kereskedő, akivel ez megtörtént. És gyakorlatilag ez történik meg előbb-utóbb egyre több kereskedővel. Úgyhogy a legtöbb autókereskedő nem tud mit tenni az autóival, ha megnézed, vagy ha egy picit járatos az autókban, akkor van egy úgynevezett svake katalógus, tehát egy olyan elfogadott árlista, vagy egy számítógépes rendszer, ez ma már tulajdonképpen, már nem papíron történik ezeknek a, az értékelése, meg vagy milyen évjáratod van, milyen modell volt, milyen extrák vannak benne, mennyi a futott kilométer, mennyi az általános állapot, sérülések, egyebek, és onnantól kezdve nagyjából egy szoftver megmondja, mennyit érhet. Most ehhez képest 30 vagy 40 százalékkal olcsóban számítják már, egyáltalán ha beszámítják, a használt dízeleket a német kereskedők is, talán nem, nem tudják eladni. Tehát ez nem játék. Egyébként tök amit itt kivágtam a Spiegel Online oldaláról, itt láthatod középen egy, ez egy reklám, tehát Anzelge reklám. Itt egy nagyon érdekes következő problémáról van szó. Italian greift an, Európa drót die nächste Schuldenkrise, ugye? Tehát DR tehát magyarul zsarolja Európát Olaszország, és ez okozza a következő adós válság, kirobbanását. Ez csak egy mellékesen hirdetésként van benne az oldalban. De a lényeg, hogy ha megtorpan a használt autó eladás, akkor antok ez az új, új autó eladás is megtorpan és jelentősen megtorpant. És a másik, ami tanulságos ide tartozik, ez is egy nagyon érdekes sztori, hogy ugye részt direktben értékesít mondjuk a Tesla. Tehát a nagyon drága autoszalonok, a Volkswagen-t ismerem, és ismerek egy pár kereskedőt is, tehát nem ilyen távolról, és az a tapasztalat, hogy nagyon sokat belekényszerítettek Mercedes szalonokat, belekényszerítettek üveg, paloták építésen, 20 évi fogják, úgy majd 10 évi fogják a terhét nyomni, a hitelét törleszteni. És ezek a cégek iszonyú nagy költségbe mentek bele, de addig nem fogja tudni őket fenntartani a Volkswagen vagy a Mercedes, és gyakorlatilag a legtöbb csődre van ítélve. Ez azt jelenti, hogy például a Tesla közvetlenül értékesít. Olyan mértégi meglódult most az eladások számon, ugye nézünk konkrét számokat, hogy nem, nincs, nem csak ki át tudja adni, ezért a Tesla kitalált egy érdekes dolgot, kitalálták, hogy akinek van egy Model 3 már megkapta, tehát már már kiszállítottak neki és ismeri, az nagyon jól el tudja magyarázni az új tulajoknak, tehát kvázi fölkértek aktív és, és lelkes Tesla tulajdonosokat, hogy ők adják át és ők mutassák meg az új Teslásoknak, hogy hogyan kell használni az autót zseniálisan érdekes ötlet, és azt olvastam, hogy, hogy egyébként megtisztelve érzik magukat, hogy a tesla értékesíthetnek. Hogy aztán kapnak érte valamit, azt nem sikerült kiderítenem. Szóval a direkt értékesítése a jövő, és ebbe is lehet ellenkezni, és itt is már most is hallom, hogy oh, persze, hát, ugyan már a szakszerű értékesítés, meg eladás, meg felejtsd el. Ugyanezt a süket dumát hall, bocsánat, ugyanezt a nem megalapozott érveket Hallotta, hallhattuk, amikor jött az Amazon, hogy ki az, aki könyvet fog venni interneten, abból bele kell lapozni, a könyv illata, ki az, aki e-bookot fog venni, ugyan már, azt nem lehet lapozgatni, ki az, aki ruhát fog venni, mondjuk online, na hát erről tudnék mesélni a feleségem révén, de lehet, hogy te is tudsz már. Szóval eljut az idő, nem tudsz mit csinálni, el fog jönni az az idő, és már lehet, hogy itt toporog az ajtón, amikor sok százmillióért vagy milliárdért épített hatalmas nagy autószalonok amiket meg kell fizetni, és te fizetsz meg, te, aki megveszed, ahelyett, hogy ott adnák át az autót nagy csindadrattával, sok személyzettel, sok költséggel, ehelyett ki fogja hozni egy tréler, és egy másik tesztlás átadja neked. Zseniális a dolog, Elon van mit tanulni. Aztán a következő. Ugye, akkumulátor, az akkumulátor az igazából, ó, hogy óráig kell tölteni, 200 kilométert megy, visszapillantó tükör, hátrafelé nézel. Nem tudom, hogy ismered-e és is hallottál-e egy, egy, egy fickóról. El, uh, Henry uh, Fisk, Fiskernek hívják. Uh, láttad itt az egyik autóját, mert ez a, igazából azt hiszem, a Tesla körül vagy a Tesla előtt. Tehát 2012-ben hoztak ki azt hiszem, az első uh, Fisker Eco, nem tudom milyen, Eco Sport modelljét. És egyébként találkozhattál vele, láttad a Men men című filmben szerintem ott a, annak a csikosinges Inges gazdag srácnak szerintem volt ilyen. Úgyhogy nem, nem olyan ismert, nem a nagy darab számú, de egyébként most néztem, hogy ezek hibrid autók jó részt, tehát nem teljesen elektromosak, hogy kb. 400 lóerős, 80 km-t elmegy gyakorlatilag a, a plug-in hibrid, akkumulátorra zseniálisan jó. Na mindegy, a tulajdonosa, ez a Henrik Fisker, a CNN-nek nyilatkozott videót nem akartam bevágni, de a Focus Online, ez egy német, tehát megint Németországban vagyunk, és nem az amerikai, amire mondtad, hogy messze van, a németről van szó, hogy eine minút egy perc alatt tölteni, és 800 km hatósugarát elérni. Tehát egyszerűen olyan fordalmén új technikák vannak, hogy akik hőbörögnek, meg mérgelődnek, ne rám lennyesek mérgesek, az autógyár, akik átverték őket, de hövörögnek és mérgesek a dízel autó kivonulására, vagy átkozása miatt, gyakorlatilag szembesülniük kell, hogy olyan technikák vannak és jönnek, és mondom, nem egy hiteltelen ö, valaki magyar ö, feltaláló, aki egyébként már a Perpitum mobilét is háromszor feltalálta, az kitalált valamit, hanem egy meglévő, 6 éves sikeresen működő elektromos hibrid, tehát plug-in hibrideket értékesítő sportautó gyárnak a tulajdonosa jelentette be ezt, egy hosszabb riportot találsz egyébként az interneten. Szóval mi ebből a tanúság? Hogy jelenben indulsz ki, akkor olyan, mintha visszapillantó tükörből néznél, a fejlődés az olcsóbb és a jobb felé kell haladjon. Tehát mi fog történni? Az fog történni, hogy nem Bonyolultabb és drágább akkumulátorok lesznek, aminek nagyobb lesz a hatósugara. Tehát nem egy paraméter fog javulni a többi kárára, hanem pont ellenkezőleg olyan akkumulátor technológiák jönnek, mindjárt látni fogsz egyet, amely nagyobb hatósugarú lesz, gyorsabban lehet tölteni, és olcsóbb lesz. És kevésbé lesz, öm, hogy mondjam, ritka fémekre és, és egyéb, vagy veszélyes, vagy gyullékony, vagy bármi dologra rá ilyet tartalmazni. Tehát arról van szó, hogy a fejlődés iránya mindig úgy működik, hogy azok lesznek nyerők a fejlődési evolúcióban, a technikában, ami egyszerre több előnyt tud hozni. Ami csak egyet tud hozni, ez egy periférikus termék lesz. Lehet, hogy valakinek jó lesz, mert drága lesz, de nagy lesz a hatosugara, de nem lesz mindenkinek jó. Ami eredményes lesz, és erre beszél ez a bizonyos fiszker, hogy nagyobb lesz a hatósugár, gyorsabb lesz a töltés, kisebb lesz a súlya és a térfogata, és ezáltal nagyobb lesz a kapacitása, ezért nő a hatósugár, és olcsóbb is lesz. Tehát minden együtt kell, hogy előnyösebb irányba menjen, mert ez az evolúció. Ez az evolúció folyamata a gazdaságban is. A bonyolultabb és drágább az zsákutca lesz. És ez a probléma mostanában a dízellel, tudom, nagyon sokan rükkopálnak ellene, hogy ha megnézed a dízel motort, ami egy nagyon egyszerű és, és tök egyszerű dolog, annyi mindennel van már agyobb bonyolítva, hogy már rég kiment abból a pályából, ahol olcsó, hatékony, gyors és egyszerű lenne. Hanem most már drága lett, nagyon drág lettek a dízel autók előállítása is, drága lett, bonyolult lett, ezért sok hiba lehetősége van, és egyébként meg egy paradigma váltás az elektromos autó elsöpri. Tudom, ez nem sokaknak tetszik, de az nem számít. Szóval a bonyolultabb és a drágább zsákutca, lásd És a másik az, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy ha mondjuk most valaki elkezd, és ez a baj a németekkel is sajnos, elkezd mondjuk másolni valakit akkor a múltat fogja másolni, és közben már rég előtte vannak. Tehát én nem egyszer megéltem ezt az én internetes cégemben, vagy pedig megélem szerintem most a csatornám, és többen elkezdtek másolni, de amit másolnak, az a múltat, amit én már előre fejlődök, azt még nem is tudják. Tehát mindig, mindig meg lesz az előny, gyakorlatilag mindig lemaradsz, ha másolsz. Ez a hiba az, amikor nem a technológiai előre fejlesztésbe teszik az energiát, hanem a védekezésbe mint eddig tették az autógyárak. És akkor nézzünk egy teljesen érdekes és abszolút új paradigmát jelentő akkumulátor technológiát, amelyben elismerem, tehát hogyha valaki elkezd magyarázni, hogy jobban ért a kémiához, nyert. Én nem értem, mert másfélig tanultam kémiát, elég volt, vagy két évig nem is tudom, és attól nem is érdekelt, de ennek az elve nagyon egyszerű, meg fogod érteni. Ezt úgy hívják, hogy Redox Flow Battery, vagyis egy olyan technológia, ahol az anód és a katódnak az oldata nem fixen valamilyen módon, valamilyen elválasztó közegen keresztül össze van tekerve és bele van téve egy akkumulátorba, és a között mászkálnak a, az elektronok, vagyis a pozitív és a negatív töltések, hanem arra, jó, tudom, nem igaz, nem a, nem a pozitív és negatív töltések, de az egyszerűség kedvésért hadd fogalmazzak így, mielőtt a kémikus zsenik belekötnének. Szóval amikor ezt elképzeled, akkor fixen van minden, és általában nem egy száraz, nem egy száraz anyagból van, hanem egy valamilyen elektrolit közegben van ez a bizonyos akkumulátor összetekercselve. És az anód és a katód gyakorlatilag fix. Amit itt, itt látsz, ez egy alapvetően új, és mondhatnám, hogy forradalmilyen új technika, de ez nem igaz, 50 éve felfedezték ezt a technológiát, és vannak létező nagy teljesítményű akkumulátorok. Ez mit jelent? Ezt a két elektrolitot, magyarul az anód és a katód elektrolitját, amiben ugye áramoltatják, ráadásul ellenáramoltatni is lehet, de áramoltatják a folyadékot, ez azt jelenti, hogy nem állandóan egy elválasztó közeg, egy membrán két oldalán van fixen, mint az akkumulátorban ez a két elektrolit, ez a két közeg, hanem gyakorlatilag mindig csak annyi van egymással szemben, amely átadja egymásnak a töltést, és gyakorlatilag itt az ábrán ugye úgy van, hogy egyfelé áramolnak, én olyan ismerek, ami ellen áramoltat egyébként, és az történik, hogy a töltött részecskékkel, tehát a töltéssel rendelkező részecskék, áramot egy szivattyún keresztül a folyadékban, az elektrolit folyadékban egymással szembe áramlanak, és így jön létre a feszültség, amit ki tudsz venni, vagy amikor föltöltöd ezt a folyadékot töltéssel, akkor pedig szintén úgy, hogy ellen áramoltatod, és fokozatosan tölt, mintha melegedne, úgymond, tehát telik meg töltéssel a két elektrolit. Szóval nem menjünk mélyen bele. A lényeg az, hogy ez egy alapvetően más technológia, alapvetően itt van egy csomó előnye. 1. Nincsen benne semmiféle ilyen litium, vagy olyan uh, ritka fém, vagy olyan ritka földfém, vagy olyan drága anyag, ami miatt az eletes drága lenne. 2. Nincsenek benne uh, nagy feszültségek, mert összesen egy ilyen cellának 1,6 volt a teljesítménye, tehát ezeket gyakorlatilag Egymásra föl kell fűzni, sorba kell kapcsolni, és körülbelül így jönhet ki mondjuk az autóknál szokott 400 voltos feszültség. Tehát egy ilyen kis cellának minimális a, minimális a feszültsége. A másik, hogy olyan zárt technológiát lehet létrehozni, hogy nincsen benne semmiféle olyan anyag, ami a töltések. A töltési ciklusok hatására mondjuk kikristályosodna, és előregedne vagy tönkre menne az akkumulátor. Tehát azt mondják, hogy nem 5-10 ezer, amit ugye a, a jelenlegi akkumulátor mondnak, nem annyi ciklust bír ki, hanem akár 1 millió ciklust is kibír. Ráadásul az elektrolit cseréjével, az egész berendezéshez képest egy töredék minimális költséggel gyakorlatilag föl lehet újítani, úgymond az akkumulátor. Tehát egy nagyon érdekes, alapvetően új gondolkodás. Ezt eddig használták, tehát ez nem egy nem létező technológia, de most kezdtek el komolyban foglalkozni, ez a technológia, hogy hogyan, milyen membrán, és hogyan választják el, és milyen elektrolitot használnak, ez a modern dolog, de az már 50-en felfedezték. Ami az érdekes ebben, hogy gyakorlatilag ennek a, a technológiai gyártás is létezik, mivel egy picit, hogy mondjam, nem annyira kiforrott még, mint a Tesla akkumulátorai, ezért a legtöbb esetben ez nagyobb méretben, tudják gyártani és alkalmazni. Tehát amit itt látsz például a képernyőn, ez egy konténerben van, de ez már egy most létező, szállítható, nagy teljesítményű akkumulátor. Egyébként azt hiszem több megawattig hoztak ilyet létre, például Németországba szélgenerátorokhoz kapcsolva, tehát nagyon fontos és nagyon jelentős akkumulátor tárló kapacitása van, ennek a rendszernek. Ráadásul skálázható, ami azt jelenti, hogy ha megcsinálsz egy X méretet, akkor tízszer akkorát is tudsz csinálni, a kapacitást növelni, mert a, ez a bizonyos elektródák, ezek az egységek, amiben ugye áramolnak maga az elektrolit folyadék, ez megvan, hogy mekkora a kapacitás, ott történik. Ha több áramot akarsz bele tárolni, akkor nagyobb tartályokat kell mögé tenned, és több elektrolit folyadékot. Szóval ez egy meglévő dolog, és gyakorlatilag ez lehet egy áttörés, hiszen ez töredéke a mai akkumulátorokhoz. Már van egyébként egy svájci cég, már tesztre ki is adott újságíróknak olyan autót, amely egy vagy két ilyen 160 literes elektrolit tartály van. Többféle lehetőség van, egyrészt a töltés, az itt is időbe telik, tehát nem egy perc alatt van, hanem, hanem jó pár percben beletelik, míg föltöltöd energiával ezt az egész rendszert, az akkumulátort. De lehetőség van arra, és ez lett volt egy alternatíva, hogy gyakorlatilag az elektrolitot, ami egy ilyen 100-150 liter egy ilyen autóban, és elmész egy pár száz kilométert, az gyakorlatilag cserélni lehetne. Tehát a föltöltött elektrolitot, leszívnák, és föltöl vagy lémerült elektrolitot leszívnák, és föltöltenék újjal. Tehát ez, ez is ö, fölmerül. Egyébként utána nézhetsz, ez a Schmidt nevezetű cég, ez már gyakorlatilag forgalmazza, konténer méretbe egymás mellé lehet rakni, és hatalmas tárlókapacitást létre lehet hozni. Mi hatása lesz ennek? Egyrészt sokan mondták, ugye, hogy mi van a terrautóval. Például lehet ez egy áttörés a terrautóknál, meg fogod látni, a buszoknál már elindult. Még nem is evel a technológiával, mindjárt mutatom. Aztán a viccből írták, persze majd a repülő. Igen, elképzelhető, hogy bizonyos esetekben a repülők, jó, ott se feltétlenül a, a nagy dzsámbókra kell gondolni, de sok esetben például sportrepülőknél, vitorlázó igen igenis lehetséges az, hogy ezen technológiával nagy energiasűrűséggel akár repülőket is lehet hajtani vele. De egy egész falu ellátását meg lehetne csinálni, ugye az a baj, hogy van egy szélparkod, vagy vannak szolár paneljaid, azok ilyen nappal süt az áram, és a, a nap, és termeli az áramot, és neked lehet, hogy pont éjjel kell mondjuk tölteni az autót, tehát nyilván a tárolás az egyik nagy gond, és ez például egy olyan technológia, ami egyszerű anyagokból van, tehát nincsen benne bonyolult technológia, ma már eléggé kiforrott a, a megvalósítás, a gyártási technológia, teljesen zárt, tehát nincsen szivárgás, Egyebek teljesen zárt rendszereket tudnak létrehozni, és ez már létezik. Tehát nagyon érdekes, hogy nincs ez, ez 5-10 évre még, ugyan már? Szóval ez egy nagyon tanulságos. Emellett vannak a szilárd akkumulátorok, és van még egy jó pár, de ennek néztem utána, ezt tetszett igazából mindegyik közül a legjobban. Aztán nézzük egy következőt, ugye? Nagy, nagy sebben lobbanmantással van, jó, jó, de hát próbálj meg autót, teherautót, tehert szállítani, kamiont szállítani, vagy akár buszt elektromosan. Na most nézd meg, megtörténik. Tehát ha megnézed a. A Flixbus vezette be Franciaországba, és egyébként azt hiszem Berlinbe is, Reptér környékén, tehát ilyen 200-300 kilométeres hatótávolságnál nem nagyobb távolságra ugyan, de távolsági buszok, tehát nem városi buszokról van szó. Ugye a Flixbusról tudsz, vagy a Flixbusról, ez Európa legnagyobb, sőt most már annyira agresszívan terjeszik, hogy egy gyakorlatilag az összes többi kicsit már. Pont most a gyerekeim mentek Horvátországba, Pestre, grázba, mindenfelé, minden felé, Flix minden flixbusz megy minden felé. Úgyhogy nyilván nem egy buta cégről van szó, nyilván a piacvezető nem csinál hülyeséget, ő indított most el buszokat, nagyon érdekes, olvas utána, hogy kétszer annyiba kerül a busz, de az üzemeltetés és az egész működés folyamán bőségesen megtérő, ráadásul ezek nagyon sokat futnak ezek a buszok. A azt mondják, ha a jellegi tudásunk szerint, hogy a 300-400 ezer kilométerig gyakorlatilag 90 fölött marad a kapacitása a, ennek a bizonyos akkumulátoroknak, tehát nem igaz, hogy 80-ra leesik, mit tudom, hogy négy éven belül lesz valaki írta, ez gyakorlatilag teljesen valótlan. Úgyhogy dupla drága, de az üzemelésben megtérül. És a hát erre sokan mondták, ó, hát a teherautó vagy a busz az nem lehetséges. Nézd, nem tudom, de valószínűleg nem hülye gyerekek a Flixbusnál, ha az egész piacot meg tudták szerezni, nagyon profik. Nem véletlenül csinálják. Akkor a következő ilyen kérdés az a Tesla veszteséges. Ugye sokan írták, ó, a Tesla veszteséges, meg csak pénzelésből, úgyhogy tömik bele a pénzt, meg, meg így tud életben maradni. Most nézd, lehetséges, hogy hogy én nem vagyok világ legprofibb befektetési tanácsadója, de azért egy mérleget el tudok olvasni, amíg hanguló van, hiszen részvényekkel foglalkoztam, és elég sok negyedős beszámolót olvastam. Nem tudom te mennyit, de úgy látszik, akik ilyen trágerú beszéltek, valószínűleg az angol nyelvvel is gondjuk lehet. De itt van például a képernyőn láthatod a a megjelent, a szeptember 30-ával lezárt, a teljesen friss jelentése a Teslának. Egy oldalt vettem ki, az egészet végig be fogom linkelni alul. Mi van ebben bennem? Benne van például, hogy a gyakorlatilag a nettó nyereség vagy veszteség, ugye a zárójel jelölik a, a mérlegekbe, ezt jól tudod, amit zárójelbe lát számokat, azok mínuszok, tehát nem raknak elé mínuszjelet. Tehát veszteség, a, a total income, a, a a szokoldereknek, tehát a tulajdonosokra vetítve, gyakorlatilag 311 millió nyereséget termelt az utolsó magyar a Q3-ban a harmadik negyed évben. Ez mit jelent? Előző negyed évben volt 717 millió mínusza, tehát vesztesége. De akkor is si értették meg sokan, csak jó volt károgni, hogy gyakorlatilag ez nem a az autó gyártásból adódott, hanem nagyon sok beruházás volt, gyártógépeket, ilyen gyártó Szalakialakítás volt, akkor volt még ugye a gigafaktornak a befejezés, nagyon sok beruházás volt. De maga a termelés, maga a, a működésből adódó nyereség akkor is volt, csak más okozták a veszteséget. És ami érdekes itt ebben, hogy gyakorlatilag most már 311 millió nyereséget termelt. a azt hiszem ott van 5,8 milliárd forgalomra. Talán a forgalom is, a talán összemérhető, azt hiszem. Azért, mert ugyan kevesebb autót adnak el, mint a Ford, de a Fordnak legalább fele vagy, vagy még kevesebb egy-egy autó. Tehát ezért az összforgalom dollárba vetítve tán a a fordal, de aki gondol nézzen utána. Milyen tanulságok vannak még ebben a, a, a 4 éves jelentésben? Az egyik ilyen, hogy 445 ezer Tesla fut ma már a világon. Tehát egy, lassan egy félmilliós flotta fut a világon, és ez nem csak annyi, hogy egy autó megy, döbbenetes módon, gyakorlatilag mindegyikről, legalábbis ahol engedik és lehetséges, minden egyes autóról tudnak, hogy mit, mennyit megy, hány kilométer van benne, milyen hibája van, és milyen a kapacitás. És ebből tudták, például megnézni azt, hogy 250 ezer kilométerig Gyakorlatilag 90% felett van a kapacitás. Tehát ezek a e, nagyon höbörgő hangok, amik voltak, hozzások, hogy ó, négy év után már lemegy 80% alá a kapacitása, ez tényszerűen nem igaz. Úgyhogy tényekkel nehéz vitatkozni. Ami érdekes még itt ebből a 311 milliós nyereségből, hogy 25,5% volt az, az árrés. Tehát nem ez volt a konkrét nyereség a végén, de gyakorlatilag az autó gyártásból ennyi volt a nyereségük. Mi ebből a lényeges? Egyrészt ez az iparágnak is, és általában a gazdasági szereplők között egy kiemelkedően magas. De nem ez a lényeg benne. Ennek van egy nagyon mély jelentése. Ez azt jelenti, hogy figyeltek ide konkurenciák, bármikor, ha kell, jöhetünk le az árból, van miből. Tehát bármikor, ha kell, van tartalékunk, tudunk tüzelni, bármikor, ha kell újra fejleszteni, és erre mondta egy, egy szakértő, hogy jaj, reméljük, hogy hamarosan újra mínuszos lesz, pozitív értelemben, mert ha nem, akkor elkényelmesednek, ugye, és akkor lesz újra mínuszos, hogyha mit fog csinálni, újra elkezd fejleszteni, és ő majd az Y-modell, tovább. Szóval, az összes károgás megszűnt, a legnagyobbak, akik sortoltak, és nagy hangon mondták, hogy sortolni kell, azok most bejelentették, hogy többet nem csinálnak, nem sortolnak, nem csak egy hülyeséget, nem sortolnak a Tesla ellen. És valószínűleg el fog indulni a Teslának brutálisan a, az árfolyama, mert ha már egy autó, egy nevezhetjük startupnak, tehát nem egy nagymúltú autógyár, gyakorlatilag nyereséges tud lenni, és durván nyereséges, azt gondolom, hogy az, az figyelemre méltó, és azt már nem lehet komolytalanul így ah, ellegyezni. Úgyhogy, egy, ami fontos és tanúságos sikervitaminon vagyunk, ugye vállalkozással foglalkozunk, átmenetileg lehet egy cég nyereséges és veszteséges is. De ez nem mondja meg hosszú távon, hogy merre felé halad. Van érdekes, a volkswagen az előző évben aztán volt 10 milliárd nyeresége. De egy az egyben menj neki a falnak. És mindjárt mondom például egy dolgot, hogy miért. A Tesla nyeres, vagy veszteséges volt eddig, és mindenki azt mondta, ó, három hónapja van hátra. Már hat éve csak három hónapja van hátra, és be fog menni. Nem igaz, a fejlesztések miatt volt veszteséges. De mi történik? Például jövő évtől bejön egy új szabályozás Kínában az egyik legnagyobb piacán a huawei és ott 10%-ot írnak elő az autógyárnak, hogy annyit kell elektromos autóban eladniuk az összeladásból. Na most, ha el is kezdi, és gondold végig, ezért sokan gondolom, mikor lesz Európában elektromos autó. Valószínűleg nagyon soká. Mert ha el is kezdi valaha a Volkswagen elektromos autókat gyártani, valószínűleg minden egyes darabot Kínába fog vinni jelentős ideig, azért, mert ha ott elad egy elektromos autót, ami úgyis kevesen van, meg keveset tud gyártani, akkor el tud adni tíz másikat. Tehát Európa, nekünk a világ közepe, de egyébként rohadtul nem érdekel egy autógyárat se. És itt egy fontos dolog még egy, ami a jelentésben annak, 450 ezer előrendelése van a Teslának. Minek jönne ide Európába? Amikor importálva nem tudom, mi minden van rá. Minek jönne ide? Jó, itt van, tudom, a Model S-szel és a Model X-szel, de minek hozná ide a legjobb nyereséges modeljét, a Model 3-ast? Nem fogja túl koráhozni. Úgyhogy ha jövőre lesz, örülhetünk neki, de igazából az, hogy lesz vagy nem lesz, ez az ő jövőjébe nem befolyásol. Úgyhogy nagyon érdekes, ha tudsz angolul, remélem, hogy tudsz, vagy német, akkor olvassál bele a negyedéves jelentésbe, nagyon érdekes és tanulságos, benne vannak egyébként, hogy milyen, hogyan növelték és milyen módon növelik a töltőállomások számát, a telepített uh, supercharger-eknek a számát, és így tovább. Szóval, mi a tanúság ennek az egész videónak, illetve ennek a múlt héten kialakult nagy-nagy vitának? Ha gondolod, vitatkozzál vele, és, de lehetőleg érveléssel. Az egyik, hogy Tesla nem azért fontos, mert a Teslát akarok venni, vagy, vagy, vagy mert, mert én a Tesla hívője vagyok. Egy frász, nem érdekel a Tesla. A Tesla tanúsága érdekel. Jó? És olyan érdekes dolog, hogy me mennyire Érám is hat. Ugye régebben csináltuk a sikernapot, amikor összejöttünk, rendezvény volt, személyes találkozó termet béreltünk, ez nem emlékeztet, az autószalon és így tovább. Nagy költséggel, nagy kiszámíthatatlan költségekkel szálló, járó dolog volt. Ehelyett csinálunk most az Andrea Danitával januárra egy olyan online rendezvényt, ami körülbelül tízszer annyi előadó lesz, és otthon a foteletből fogod tudni nézni. Mert erre halad a világ. És ezeket kell megtanulni a Teslától, nem begörcsölve ragaszkodni a régi dolgokhoz. aztán, ha sokan fröcsögnek és kritizálnak, nem szabad eltántorodnod, erősnek kell lenni, mert az igazi ügyfelek, és hát itt nincsenek ügyfelek, ugye ingyenes ez a videó, de az igazi, igazi emberek, a igazi partnerek, én szólok, azok megköszönték a videót. Aki meg fröcsögött, az nem az én nem az én közönségem, csak erre a, a bizonyos csatornára tévedt, valószínűleg az elektromos autó hívó hangjára. Aztán a fejlődést nem lehet megállítani, ez a másik tanulság. Tehát ne, nem teheted meg azt, hogy te majd megállítod. És ezt nem tudok tudni megállítani, egy politikus se senki. Úgyhogy amit a fékezésre fordítasz, például győztél a egy nagy testű autóval, ami benzines, ráadásul automata, tehát nem is nagyon működik a motorfékje, az én merci milyen sajnos, úgyhogy idővel azt is le fogom váltani, akkor minden fékezési energia elvész, és nem töltődik vissza, nem a fékezésre megy el az energia, nem a haladásra. És ezt kell megtenned. Ezért csodálkozom, hogy a Fauvé, amikor meg a Mercedes volt, ez a hatalmas nagy bukta, most azt hiszem a... Hol is volt? A, az Opelnál volt most egy razzia, és valami, valami kapott most egy 800 milliós büntetést ugyanilyen e, ügyben, ilyen szoftvercsalás ügyben. Szóval, vagy lehet, ez a, lehet hogy a, nem, nem tudom, nézzetek utána, mindegy. Szóval ezt az energiát, ezt a pénzt, ezt a vesztességet az elektromos autóra költötték volna, és így jöttek volna ki győztesként a dologból, egy büszkék lehetnénk rájuk. És az utolsó ilyen gondolat, hogy néz ki a világba is gondolkoz. Azért sem ezeket a videókat, hogy lásd, hogy a világban mi történik. Lásd, hogy amikor mindenki azt gondolja, ó, hát hol van még az elektromos autó, sőt, hát buszok mikor lesznek, mikor lesznek Franciaországban, és Berlinben már a Flixbus működtet ilyeneket. Szóval ki kell tekinteni a világba, a világ fejlődése után kell menned, és ehhez tanulj meg németül, vagy tanulj meg angolul. Ezt javaslom. Úgyhogy ezek a, a talán a legfontosabb tanulságok. Ami még tanúság, hogy regisztrálja a sikervitamin.hu weboldalra, mert hamarosan indul egy mentor program, amelyben nyilván sokkal mélyebben és sokkal több tudást fogok neked elhozni, és ahogy én látom Amerikában és Németországban is vannak ilyen flat rate, tehát úgy, mint a telefonnál, előfizetés alapján általános, de alacsony díj előfizetéssel működő, de több ezer vagy száz óra anyagot tartalmazó oktatási Anya, ö, oktatási ö, platformok, egy ilyet fogok elindítani, ahol te magad sok száz vagy sok ezer órányi oktatási anyagokhoz fogsz hozzájutni, még ha nem is tudsz idegen nyelvet, magyar nyelven. Úgyhogy azt levaslom, hogy regisztrálj sikervitamíra, és ha hozzászólsz a videóhoz, köszönöm, de lehetőleg ne szitkozod, valamilyen módon kulturáltan tedd meg, és a legjobb, hogyha érvelsz, vagy példákat hozol, mert abból tanulunk a legtöbbet mindannyian. Úgyhogy sok sikert kívánok neked! Jövő héten lesz egyébként, vagy jövő hetekben lesz, hétfőn az elektromos autónál, belemegyek részletesebben az akkumulátor típusokból, hogy milyenek vannak, megnézzük részletesen a Tesla jelentést, és milyen hatása van ennek, milyen változások vannak, merre fejlesztenek, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, és egyáltalán az elektromos autóból mit tudunk tanulni, hogy hetente egyszer, Szálljunk erre időt, és beszélgessünk. Szép estét kívánok neked, vagy szép napot, attól függ, hogy mikor nézed ezt a videót. Sok sikert, ciao!